Egy kézzel alig bírom megmozdítani. Nyilván be vannak rohadva. Március 15-én veterán bőrze. Ezzel akarok menni. Táblák, katonai sisakok, emblémák, automotorújság, 72. A mai videó nektek szól, akik mindig azzal szekáltok, hogy na de mi van a fehér mercivel? Itt a fehér merci. A tél alatt sokat dolgoztam rajta, feketére lett festve. Drága elvtársnők, drága elvtársok, drága minden. Pofátlanul drágán tudtam venni ilyen inci-finci alkatrészt a szemtelenül olcsón vásárolt autómhoz. Ezek a nagyon pici patentó 2 mm x 4 mm az egész, 1500 forint volt darabja, de nélküle nem lesz szép, úgyhogy muszáj volt megrendelnem gyáriban, hogy tökéletes legyen az összkép. Jó, hogy még nem láttad a kocsit? És kíváncsi? Ja, jó, megmutatom! Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends on my Porsches, I must make amends. Lefényeztettem a csomagtartót, mert ugyan nem egy OT-s állapotú az egész autó, de ez nagyon csúnya volt, és róla hiányzik még ez a felirat, amit addig nem lehet betenni, amíg az 1500-ös patentokat ide meg nem veszed. Ha ismersz és követed a csatornát, akkor tudod, hogy ez a felirat már ki van kenve a krómpasztával, meg van kicsit polírozva, és a fekete része kis esettel ki van festve. A mellékelt ábra azt mutatja, hogyan lehet elhelyezni 6000 forintot egy négyzetcentiméteren. Azért kell szépnek lennie, mert március 15-én veterán bőrze. Ezzel akarok menni? Mert bizony most még nyest szar és lábnyomok vannak rajta. Meg úgy önmagában elég poros az egész. Az igazi móka még csak most jön. A szárazra törlés ezután lesz csodálatosan szép. Lehet, hogy letisztítva úgy fog tűnni, de az autó korán sem OT állapotú. Lehet, hogy én öregszem, de már nem is az a cél. Tavaly vettem 78-as évjárat, 46 éves, Portugáliából származik, ergo nagyon keveset találkozott hóval, esővel sem sokat, ezért rozsdament, jó, nem mondom, hogy rozsdamentes. Az alján van egy minimális, de ilyen körömnyi cuccok vannak, amiket ha akarok, megjavítok, ha akarok, nem. Abszolút a kezelhető állapot, ezért vettem meg, a színe miatt szemtelenül olcsó volt az autó, tehát szinte el se hittem, hogy ez járómotorral fog hazaérkezni. Kellett rajta dolgozni, de majd azt mondom. Ott tartottam, hogy a színe miatt, ugyanis, mint látod, ez egy fekete gép. Na most 123-as merciből, mert ez 123-as, nem nagyon találsz. Sem feketét, sem a sötétkéket. Valahogy ezek nem is az, hogy eltűntek, hanem nem akarják őket eladni, mert annyira ritkák, úgy tudom gyárilag sem csináltak olyan nagyon-nagyon sokat, mint például sárgából vagy fehérből, mostanra szinte teljesen eltűntek. Én ezt az autót 3-4 éve keresem. Nem volt rá sok pénz, tehát nem akartam 10.000 eurókat költeni, 8.000-eket se, 5-öt se, úgyhogy ezért is találtam meg nehezebben. Olcsón vettem, tehát nem lehet tökéletes, megmutatom majd a hibákat. Azt akartam, hogy egy olyan autóm legyen, amin nincs sok rozsda, tehát nem kell azonnal lakatoshoz rohanni vele. Így néz ki most, és esztétikailag én sok mindent nem csináltam rajta. Jó, persze kivaxoltam, a krómokat megpucoltam, megtisztítottam, tettem rá új gumikat, a legnagyobb dolgokat én szerkezetileg csináltam rajta. Gyakorlatilag így vettem. Jó, a csomagtartó fényezés, de azt már mondtam az elején. Tehát ez egy vállalható állapot, bárhova elmerek vele menni, hát még a veterán találkozóra, de mivel a veterán találkozón biztos, hogy lesz ilyen azért több is, egy picit majd kitűnünk. Hozzuk a 90-es éveket, hogy legyünk hű az előző videókhoz. Na jó, csak neked megmutatom ezzel. Ez egy 90-es években használt taxi szabadjelző, amit annak idején nagyon sok 123-as Merci láttál. Na a találkozón ő lesz rajta.
És nem csak taxi embléma, ezt is használtam a 90-es évek videóban, ez egy 92 környékén kapható Motorola 0660-as 450-es táskatelefon. Itt leszek alaptartó, mert olyan menő. Na, mit szólsz? Hogy nézünk ki? Ez a veteránbőrzés gúnyánk, a taxi emblémával, a szépen csillogóra mosott autóval. Biztos lesznek ott ezerszer szebbek is, de ez az enyém. Én úgy szeretem, annyira vágytam egy feketére. Ja, meg ha már az ajtóknál vagyunk, megzsíroztam az ajtókat is, picit állítottam a zsanérokon. Hadd arcoskodjak már, figyeld, hogy hogy csukódik, szinte csak elengedem. Hát csak ugyanez. Legyintem. Ez a hang! Nem csak, hogy portugál forgalmia van, hanem portugál ember is árulta. Várj, megtudtam a forgalmiát. Jó, ez most nem az eredeti, csak másolat, de a lényegen nem változtat. Nézd, pöh, mint Portugália. És egyébként egy egylapos valami az egész. De van még matricám is. Itt van az ablakban. Ez nem tudom, mi ez a szágra. Ez a kontrollautó, gondolom ez valami ellenőrzés. Ez, nézd, a police, az egy szám. Matricula, az biztos matrica szám. Valido de, az gondolom az érvényességet jelenti. 2008-03-28, tehát addig volt, mit tudom én, műszakia, vagy... Szóval ez a címke, ez addig volt érvényes. Ő még a nagy kormányos, az újabbakban, mint a fehérben is, már egy teljesen másfajta kormány van, az egy kicsit hátrébben nyúlik, meg átmérőre is, talán kisebb, vagy legalábbis kisebbnek néz ki. Ami érdekesség még vele kapcsolatban, a régi dízel mercik között volt olyan, ami nem kulcssal indult. Ő sem. Hiába forgatod a kulcsot, semmi más nem tudsz vele csinálni, csak gyújtást adni rá. Ő az a bizonyos csúzlis indítós. Van egy gomb, amit meg kell húznod, azzal izzítasz nagyon sokáig, mert ebben még a régi fajta hurkos izzítógyertya van, és vártál egy másfél-két percet, persze csak az első hidegindításnál, utána azt a gombot tovább húzod egészen ütközésig, és így fog elindulni az autó. Azt akarom főképp megmutatni, nem a gomba lényeg, de azt is mutatom majd, hanem hogy hogy rázza meg a kasznit egy ilyen régi dízelmotor, amikor elindul, figyelj! Persze ez a rázás, ez mindig csak az indításnál van ám, tehát hogyha jók a motortartóbakok, és én úgy néztem ennek jók, akkor ez utána már nincsen, de induláskor, leállításkor mindig megvan. Ahogy Fenyő Miki mondaná, na gyere rázzunk egyet! És ugyanez a gomb állítja hidegen az alapjáratot, vagy hát az üres járatot. Ha balra tekered, akkor emeli. Ha jobbra tekered, akkor csökkenti az alapjárati fordulatszámot. És leállítani is ezzel tudod. Na most rázta meg igazán! Mivel ez egy őszinte csatorna, és nem hazudunk a nézőknek, és én mondtam, hogy vannak rajta apró hibák, mutatom az apró hibák. Ez az oszlop, erről potyog le a git, meg kell csinálni. Itt az ajtónál vannak ilyenek, itt is van egy kis git. Ez az ajtó, ez nézd, itt ilyen, olyan, mint a matricát hegesztettek volna, vagy nem tudom én, ilyen furcsaság van rajta. Innen, ha olyan fényezősen belegugolsz az oldalába, látszik, hogy a bal első ajtónak maga a fényezése sem szép. És, amit most vettem észre nemrég, de már nem volt időm kicserni a bőrzéig, ez a diszlész, ez itt meg van horpadva, úgyhogy ehelyett kell tennem egy másikat. Van ilyenem, amúgy, úgyhogy ez nem gond. De használatra tökéletesen megfelel. Ja, az aljával semmi, nézd, így néz ki a küszöb. A díszlecek körbe nagyon csúnyák, itt eláll, mondjuk az csak patent, de például itt nézd, hiányzik belőle egy darab, tehát itt szerintem itt elhúzták. Itt ki vannak belőle harapva ilyen kis darabok. Ezeknek ez a típus hibája, kicsit talán meg is van hajolva. Egy díszléc garnitúra kell rá, hát itt ilyen karcok azért előfordulnak, itt a motorháztetőn van egy nagy karc, nem tudom ebből mennyit látsz. Ott is egy kis pörsenés. Igen, a műszerfala az repett. Nagyon sok 123-as mercének repett a műszerfala, amelynek kék a bele az összesnek, ugyanis valahogy a kék festék volt a leggázabb ilyen szempontból. Láttam ilyenből olyan műszerfalat, ami nem három repedés van, mint ezen, hanem ilyen 23, úgy néz ki, mint a zebra. Ez még azt mondom, hogy nyilván nem szép, egyelőre tudok vele élni, aztán meglátom, hogy találok-e esetleg a YouTube-on egy olyan videót, amikor egy ilyen maszekmanus, mint én, házilagosan otthon felújít egy ilyen műszerfalat, ellesem a technikát, és tudod, hogy simán nekiállok. Szerkezetileg nagyon jó most már, főleg azután, hogy a téli hónapokban semmi mással nem szórakoztam, mint az első futóművet, de az elejétől a végéig. Úgy indult, hogy amikor az autó megérkezett külföldről, alig tudtam vele hazamenni, mert éreztem, hogy valami nem oké, és ez ennyire nem lehet gyenge, befogott a hátsó fék. Ennyire bír mozogni. Egy kézzel. Alig bírom megmozdítani. Féktárcsa, fékbetét,
teljes féknyereg felújítás. Azért nem tudtam elfordítani a kereket, mert ez a két dugattyú itt, látod mennyire kint van? Ezeknek teljesen síkba vissza kéne menni, hát nyilván be vannak rohadva. És akkor ez a fajta merci féknyereg így ketté jön, mint a szendvicsnek a két oldala. Ő is be van rohadva rendesen. Sűrített levegő segítségével fogom őket kipattintani, mégpedig úgy, hogy befogom a két lukat, ezt, meg ezt, amin a fékolaj jönne, ahol a fékcső csatlakozna, ezen pedig benyomom a levegőt, próbálom úgy tömíteni, hogy ne menjen mellette, és egy idő után ki fog pattanni, van, amikor eltörte az ujjamat, majdnem, tehát nem feltétlenül fájdalommentes a beavatkozás, de mindig ki szokott jönni. Ez bizony nem mozdul. Meg sem moccan, egyik oldala se. Annyit csináltam, hogy ide, meg ide a dugattyú köré befújtam ezt a baromi jó amerikai féktisztítót. Jön. Na nézd, mozog. Jön. Na most kell figyelni az ujjamra. Figyelj. Bújik. Oda nézd. Megjött. Tiszta rozsda az oldala. Az a rohadt életbe! Egy óra elment ezzel az eggyel, és úgy tudtam kiszedni, hogy folyamatosan spréztem be a féktisztítót mögé, és csak 8 bar nyomáson tudtam a kompresszorral kinyomatni, mert amint lement ilyen 4 félre, 5-re, azonnal megállt. Borzasztó sokat szenvedtem vele. Dugattyú kész. A dugattyú helye kész. Az új gyűrű, de előtte fékolaj. Aztán dobálom össze, az már nem olyan érdekes. Igen ám, de továbbra sem gurult az autó, az első fék is befogott, állítólag Portugáliában állt egy 3-4 évet a kocsi, persze, hogy berohadtak a fékek, első fék is szétburít, féktárcsa, fékbetétcsere, kis féknyereg, felújítás, és ha már fék, nézzük meg a kerékcsapágyakat. Mind a két kerékcsapágyat kicseréltem, oldalanként 2 van ezekben. Ha már nem volt a kerékcsapágy, csonkálvány, a lengéscsillapító, ha ismersz, tudod, hogy nincs megállás. Felső lengőkar, kormányösszekötők, golyós csap, gömbfej, amit ki lehetett nyomatni, azt én kinyomattam és újra cseréltem benne. Olyan cuccokat is tettem be, amik nem is tudtam, hogy 123-asban vannak. Utána olvastam meg, a YouTube baromi jó dolog, úgyhogy nézzétek ti is sokat. Most a végeredményt meg tudom neked mutatni. Közlekedése olyan az autó, mintha egy új kocsival mennél. Oda, ha benézel, látod? Itt, papuskám, itt minden új. Így most már egyrészt büszke vagyok a munkámra, mert ekkora futómű felújítást még egyen sem csináltam. Másrészt meg biztosan elmerek vele indulni, akár hosszú útra is. Hülye vagyok, mi? Nem tudom neked megmagyarázni miért, de én ezt annyira tudom élvezni. Ez nem az az igazi öreg autó feeling, hanem ez az, amikor a Mercedes már elkezdett nagyon minőségi autókat csinálni, már volt motortérburkolás, szivacsok vannak itt-ott a műszerfal alatt, hogy ne jöjjön be a hangja a motornak, sokkal halkabb ez, pedig egy kereplős 2.4-es dízel motor van benne, sokkal halkabb ez az autó, még így is, hogy dízel, mint a Zsiguli benzines létére. Tudom, persze, ne hasonlítsuk össze az oroszokat a némettel, de nekem ez az autó már, mint a 123-as a Mercedesnek, nem mindig is ez volt a number one szerelem. Egyébként csodálkozni fogsz, még kitnél is nagyobb szerelem volt egy ideig, mert kit olyan 2010 környékén jött, ezeket én 17 éves korom óta imádom. Hogy csak 72 lóerő, vagy esetleg a régebbieknél még 68, hát ahhoz képest, hogy ez a 70 lóerő körüli teljesítménye van, egyáltalán nem érzed gyengének, pedig a kaszni nem kicsi. Én nagyon szeretek vele autózni, most mondom neked, és nem fog beszakadni a plafon, mert tényleg igaz, simán napi járós autónak szóval mai napig el tudnám használni. Életem első igazi autója, egy 123-as volt, egy nagyon szutyok, reggel 2,5 percet kellett indítanod, annyira nem volt kompresszió benne, tehát úgy indul, az egy 2000 dízel volt, úgy indul, az is csúzlis indítós, azt is húznod kellett a gombot, úgy indult el, hogy elkezdtél indítózni, és elindult 2 vagy 2 henger inkább, hatalmas füst, eladta a lakótelepet, és egy 1,5-2 percig húznom kellett a csúzli gombot, hogy elinduljon az összes henger, és közben padlógázt nyomni, annyira harmad gyenge volt a motorja, én mégis szerettem. Ami furcsa, 78-as létére, hogy ott mögötted nincs tükör. A 78-asokban még előfordult, hogy rendelésre, tehát extraként tudtad megvenni a jobb oldali tükröt, na ebben nem kérték!
már megérte eljönni 1500 forint! Mercikbe való blau.rádió. Hegyek. Ez mi? Nem is láttam még ilyen. De ez a sima de. Ez? Az, igen, ez csak sima kazetta és nem rádió. Igen, az ilyen műszerfal alá szerelhető. Volt egy sima rádió mondjuk, ami nincsen, tudom én, nincsen deck rajta. Most aha. A régebbieken ugye nincsen. Aha, aha. Nincs igen, igen, csak sima rádiók. Pluszba a műszerfal alá. De komoly, nem is láttam még ilyen. És akkor van a felvevős, sima, meg van, volt még egy verziója. Hogy felvevős is van. Ennyi mindent egy rakáson. Hol találsz? Táblák, katonai sisakok, emblémák, automotor újság. Mikori? 72. Az a kérdés, ha 5,5 forint az ára, akkor mennyire tudom most megvenni? Régi dobozos Matchbox. Így ezer éve nem láttam ilyet. Halló! Ne kérdezz, hogy minek kell nekem 1500 forintért 90-es évekbeli Ericsson telefon. Muszáj volt megvennem! Mutatom, miket vettem a bőrzén. Ericsson 1500. Itt a zsiguli kezelési útmutató, amit nagyon régóta kerestem. 1500. Egy 1976 augusztusi 5,5 forintba kerülő automotor újság, aminek természetesen zsiguli van az elején. Ez 500 forint volt. Trabanthoz, de a régi fajta Trabanthoz, a 60-as, 70-es években. Tudom, hogy nincs Trabantom, és... Ráj! A 60-as, 70-es évekbeli Trabantokhoz a hátsó és az első lámpa alá való szürke tömítőgumi, ugyanis az újabb fajtáknál fekete volt. Ezek ritkaságnak számítanak. Múltkor voltam Pesten valakin, és 6000 forintért akar egy darabot adni ilyenből, egyet. Ezt a komplet szettet 9000 forintért vettem. És amit a jelmez zakóm alatt van megbújva, ennek örülök a legjobban. Ugye látod ezt, hogy micsoda. Használt ugyan, de a krómia tűrhető, igazi zsiguli embléma a piros. Van nekem az enyémen, de szeretnék kipróbálni egyet felújítani. Arra ő tökéletes lesz, mert ha elcseszem, sem bukok sokat, ugyanis ezeket használtban ilyen 10-20 ezer forintért. Itt a piacon is volt, aki 10-et mondott rá. 3000 forintért tettem rá szert, annyira ajándék volt. Mára így ennyi. Csak szivatásképpen csináltam a fehér mercit követelőknek, megvan a fehér merci is, készülődni fog. Viszont róla nem lesz olyan sok videó, mert ezen már nem kell annyi mindent szerelni, és ezt nem projektautónak vettem meg, nem azért, hogy szerelgessem és videókat csináljak róla, hanem ő lesz nekem az a státuszú autóm, ami lehet akár mindennapi használós is, hiszen nem sajnálok vele lemenni a boltba, mert nem OT állapot, tehát nem gond, hogyha kerül rá egy kisebb karc vagy ilyesmi, nyilván vigyázni fogok rá. Viszont arra is tudom használni, és ez benne a jó, amire a gazdag emberek előveszik hétvégén a Ferrarikat, a Lambókat, és elmennek a városba cirkálni egy. Igaz, hogy az én Ferrarim hangos is, büdös is, meg lassú is, nekem mégis ő a szerelem. Mit tojik a húsvéti nyuszi a japán autóimádóknak? 12 hengeres Toyotát csipkefüggönnyel. Százas teszt! Százas teszt! Áll a százas! Jár a motor, áll a százas! És ha már itt ülünk hátul, meg ilyen nagyarcúan prominensek vagyunk, talán húzzuk be azt a csipkefüggönyt, hogy a jó nép ne lásson be.